Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, akik 2019 kora őszén Székesfehérvár belvárosában az Országzászló téren sétáltak egy egész bőséges anyagot bemutató kiállítás részesei lehettek az utcán. A csodálatos kiállítás Pordán H. Ferenc munkásságát mutatta be, és erre a kiállításra fogunk emlékezni a következőkben az egyik szervezővel, akit nagy tisztelettel köszöntök itt a stúdióban, Csutin és Rér Erzsébet, okleveles építészmérnök, de itt feltétlenül el kell mondani, hogy műemlékvédelmi szakmérnök és a Székesfehérvári Városépítő és Városvédő Egyesület alelnöke. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és együtt emlékezhetünk a kiállításra és a kiállításon keresztül Székesfehérvár meghatározó építészére. Köszönöm szépen a meghívást, és hadd egészítsem ki az életrajzomat azzal, hogy én kolléganője is lehettem Pordán Ferinek, és ez nekem az életem egyik nagy ajándéka. Már csak azért is, mert ugye ilyenkor az ember, ha készül egy ilyen beszélgetés, akkor adandóan ott vannak a standard kérdések, hogy honnan az ötlet, hogy a kiállítás létrejöjjön. Aztán készültem tovább, és rájöttem, hogy ilyen butaságot nem kérdezhetek, hiszen Pordán H. Ferenc az az építész, aki megjelenik a város szinte minden pontján, méghozzá igen meghatározó épületekkel, legfeljebb csak nem tudunk róla, hogy az ő nevéhez köthető. Tehát az első mindenképpen az egy nagyon aranyos és kedves történet, hogy kerültetek ti össze, hogy dolgoztatok együtt, milyen volt a közös munka. Hát én 17 évig dolgoztam a Fejér megyei tervezőirodában, és kezdetben főmérnök volt, később a tervezőirodának az igazgatója, és így ez a személyes és szakmai kapcsolatunk. Az előbbi föl nem tett kérdésedre viszont hadd válaszoljak mégis, hogy említett, hogy Fehérváron akár merre megyünk, aki tudja, hogy a Pordán Ferenc ház, az tudja, hogy abba bukkad, de az emberek nem nagyon tudják. Tehát a Fejér megyei építészek kamarájával és Németh László kamarai elnökkel együtt úgy gondoltuk, hogy meg kell örökíteni az ő munkásságát, hogy az emberek tudjanak, Fehérvár lakói tudjanak róla, hogy ezeket az örökérvényű és szép, ma is frissnek ható épületeket kitervezte. És éppen ezért a kiállítás sem egy zárt terembe gondoltunk, ahol belépő díjért két emeletet megvászva be lehet menni, ha valaki akarja, hanem az utcán, hogy igenis, bevásárló cekkerrel, meg babakocsival a kezükben ne tudjanak elmenekülni előle. És ez úgy érzem, hogy be is jött, mert sok látogatója volt. Elgondolkodtató, hogy tudott vezető is lenni egyszerre, és egyszerre művész, ugyanis úgy hívnak benneteket, hogy építészmérnökök, tehát egyben művészek is vagytok egy-egy épület tervezését tekintve. Hát az az ő esetében tulajdonképpen érdekes gondolatokat hoz föl bennem. Valóban ő több mint egy évtizedig az igazgatója volt a tervezőirodának, és így utólag visszagondolva és így összegezve az ön borzasztó értékes munkásságát, úgy felmerül a gondolat bennem, hogyha ő a vállalatvezetésre fordított energiáját is további épületek tervezésére fordíthatta volna, hogy akkor micsoda, még gazdagabb életmű lett volna belőle. Mutassuk be egy kicsit Pordán Ferenc történetét, életét. Hát 1933-ban született, és Szóládon, ez egy nagyon szép somogyi falu. Fehérváron végezte a középiskoláit, aztán a Műszaki Egyetemen szerezte a diplomáját, és akkor itt rögtön meg is említeném az első épületét, általa tervezett épületet, amit még nem kapta meg a diplomát, de az akkori Fejér megyei építőipari vállalatnak a gyakornokaként tervezett, és ez nem más, mint a béketéri iskolának a bővítése. Tehát ez volt szinte az első munkája, ami, ha ma megnéz valaki, a Szél László által 1940-es években tervezett régi novocentus épületnek a bővítése, ma is egy frissnek és modernnek ható épület. És kihívás, hiszen már adott volt egy épület, és valamelyest modernizálni kellett, amit hozzáépít, gondolom. Tehát én legalábbis laikusként úgy látom, és ez több helyen megjelenik majd az ő építés tervezésében, hogy egy olyan környezetbe kell újat terveznie, ahol egy kicsit meghatározza a környezet, hogy mit lehet oda berakni.
Hát igen, ennek kell a környezetnek a tisztelete, meg egy építészeti alázat is kell ahhoz, hogy vállalja azt, hogy ő a saját korában egy modern épületet épít, de ez a modern épület azonban harmóniában áll a történelmi korábbi épülettel, és én úgy érzem, hogy ezt nagyon szépen bebizonyította, hogy ezt lehet így csinálni. Láthatunk már fotót is róla, és a kiállításon is láthatunk fotót róla. Nekem kifejezetten egy kedves embernek tűnt. Nagyon a számok embere volt? Nagyon a tervező papír fölött élt? Hát tulajdonképpen egy szeretetre méltó ember volt, erre mindenki így emlékszik, és amikor a kiállításra a régi kollégák, a kivitelezők, beruházók, tervezők eljöttek, mindenki nagy szeretettel beszélt róla, úgyhogy emberileg ezt tudnám mondani, hogy egy nagyon kellemes, kedves ember volt. Nos, hogy igazoljuk, hogy mennyi helyen található meg a városban olyan épület, amely az ő nevéhez köthető, akkor folytassuk az épületek bemutatását. A következő az egyik óvodánk. Igen, a Brunswick óvoda Várkörúton, és ha valaki arra jár és megnézi a szép tömegformálását, meg azokat a kis építészeti gegeket, amik ott találhatók, nem is gondolná, hogy ez egy majdnem 60 éves épület. Tehát ezért fogalmaztuk mi úgy meg, hogy az ő tehetsége és az építészi hozzáállása valójában egy örökérvényű. Tehát ő soha nem volt a trendeknek, meg a divatoknak az embere, és éppen ezért ez egy ma is korszerűnek és ma is jogosnak tartott épület. Ez mondjuk tanulság a mai építészek számára is. Igen, abban az időben, amikor ő tervezett, már nagyon a kockaház volt előtérben, tehát az élek, a kockák voltak előtérben, de ő szerette ezeket egy kicsit mindig megvariálni, megcifrázni, hogy ne legyen túl egyszerű. Hát ahogy így összegeztük a munkásságát, tulajdonképpen észrevehető, hogy van egy motivum, ami őt végigkísérte szinte a munkásságán, és az pedig a kocka alakú vagy négyzet alakú ablakoknak a ritmikus sorozata. Mert úgy, ahogy ebből egy játékos falfelületet csinálta a Brunswick óvodának, szinte mindegyik oldalán, ugyanez megtalálható még a Béketéri iskolának az egyik tömörfalán is, megtalálható a Távirda utcai SZTK-nak a kőburkolatú földszintjén, és még a Horváth István utcai lakótaházaknak az alaksori ablakánál is megtalálható ez a kicsit ilyen géppuska-szerűen sorozatba állított ablaksor. Örülök, hogy az SZTK-t említetted, egyébként azt is kevesen tudják, hogy a szakszervezetek társadalombiztosítási központjának rövidítése. Én se tudtam, aki rendszeresen jártam oda vizsgálatra, hiszen itt orvosi rendelésről volt szó annak idején. Ott a Távirda utcában ez azt jelentette a kihívást, hogy tulajdonképpen az egyedüli modern kori épület volt a házak között. Igen, ott egy hagyományos polgári térfalak között kellett valahogy egy indítást adnia, és ha valaki egy picit rövidülésben megnézi, már pedig azt általában messzebbről szokás nézni, akkor az épület szerkezeteknek egy olyan ritmusa jelentkezik azon a homlokzaton, hogy úgy kínálja a továbbhaladást. Tehát ebben ez az érdekes, és ennél az épületnél hadd hívjam még föl a belső, tehát az enteriőrre is a figyelmet, a gyönyörű szép kis mozaik burkolatot, a szép kőburkolatokat, és sajnos a földszinten ott győzött már a felújításnál a gipszkarton, úgyhogy bízom benne, hogy az emeleten megmaradnak ezek az építészeti értékek, amiket ő nem csak ennél a háznál, hanem gondosan betervezett. Például ugyanilyen béletes, kőbéletű ajtók találhatók a későbbi technikaházának az iroda részén is. Személyes emlékeim is vannak az SZTK épületével kapcsolatban. Gyerekként én nagyon szerettem ezeket az apró kockákat. Az ember egy orvosi rendelő bárójában ül, hát bizonyosan fél, izgul, most mi lesz, megszúrnak, nem szúrnak, beteg vagyok, nem vagyok beteg, mi lesz az eredmény. És olyan jó volt elnézegetni nem csak a kockákat, hanem ezeket a fémből készült terelőket is, amelyek egy kicsit lazították azt a feszültséget, amit egy ilyen helyen érez az ember. Igen. Ezt ma retrónak nevezik, pontosan az a lépcső melvét korlát, azon drukkolok, hogy nehogy mást gondoljanak oda ki majd a mai felújító tervezők.
Nézzük meg a Prohászka utcát. Akkor, amikor panelek épültek sok helyen már, azért a Prohászka utca épülete szerintem igazán épületei igazán mutatósabbak. Igen, ő bebizonyította azt, hogy a tömeglakás építésbe is lehet egy kis hangulatot, meg egy kis motivum sort bevinni. Érdemes megnézni ott a lodzsáknak a mellvédeit, az a különböző ferdesíkokban való elhelyezése. Ő ezzel egy játékosságot vitt a monotóniába. És ehhez ő nagyon értett, meg ugyanúgy az egész homlokzatnak a rajzolata, ahogy a vászerkezet síkban kiugrik a faltól, és ezt a színezésbe is konzekvensen követte. Itt meg azért drukkolok, hogy majd az utalagos hőszigetelés ezt ne pusztítsa el. A következő két épület, amiről beszélni fogunk, a laikus szemével nagyon hasonlít egymásra, és úgy igazából én nem is érzem benne azt a tervezői malőrt, vagy nem, bocsánat, nem malőrt, hanem csodát, amit Pordán H. Ferenc alkotott, de te, mint építész, meg tudod magyarázni, hogy mit kell nekünk ebben észrevennünk és értékelni, az Arév és a Garzonházra gondolok. Igen. Mind a kettő tulajdonképpen egy nagy vonalú a kornak megfelelő építés technológiával épült, a Garzonház az alagútzsalúval, és ebbe pedig a nyílásoknak, meg a lodzsáknak a ritmusát oldotta meg, meg a, tulajdonképpen a tömegalkotása is egy minőségi megoldás. És mindegyikbe tett bele még ilyen építészeti pluszt, például a Garzonháznál annak idején a divat volt, hogyha van egy nagy tömegű magas épület, akkor mellé egy lepénybe helyeznek el különböző intézményeket. A Garzonháznál érdemes megjelölni, hogy ott egy könyvtár van lent, és ezzel valami hagyományőrzést is folytat, ugyanis ennek az épületnek a helyén annak idején a Fehérló vendéglő állt, ahol az 19. században az iparos köröknek az olvasóköre volt. Tehát azért mondom, az a könyvtárnak az elődje. Itt mondjuk azért drukkolnék, hogy abban nem vagyok biztos, hogy ezt most rózsaszínre kellett így utólag festeni, mert azért ez egy elég férfias megjelenési épület, tehát itt lehetett volna nyugodtan a fehér meg a szürke mellett megmaradni. Az is érdekes, hogy ugye az ilyen lodzsákat most a lakók sorra, ki igen, ki nem, de beépítik, és ettől egy furcsa rajzolata lesz ennek, ilyen zsizsikes rajzolata lesz ennek a homlokzatnak, de hát mondjuk ez egy más kérdés, hogy a lodzsák használatát még a biciklitároláson, meg egyébben kívül még nem nagyon érzik az emberek. Visszatérve az Arév szállóra, ott pedig nagyon érdekes, hogy ott az az alumínium burkolat, amivel a földszinti lepényrészt tulajdonképpen feldíszítette, ez is egy ilyen jelzés, hogy itt egy ilyen építőknek szánt intézmény készült. Volt az építészetének csúcsa? Hát igazából talán én kettőt is tudnék mondani. Az egyik a középület tervezésben, azt a technikaházát, ezt mondjuk már nem én találtam ki, hanem mások is ezt így gondolják, ami mostanában volt 40 éves a technikaháza, ami egy nagyon igényes, szép, és a belsőjében is minőségileg megkomponált középület. Ez nevezhető talán az egyiknek, és a másik pedig a magánlakás építésnél az úgynevezett Gugásvölgyi lakóház, ami nívódíjat is kapott, és ami megint jó példája annak az épületnek, hogy ez a 70-es években készült. Tehát ha utána számolok, akkor majdnem 50 éves az az épület is, és ma is Fehérvár egyik legmodernebb lakóháza, és ezt azzal tudom magyarázni, mert ez soha nem akar divatos lenni. Belőle ez egyszerűen így jött ki, hogy az épület szerkezetből egy ilyen játékot mutatott be a tömegképzésnél, meg a homlokzatnál, és az anyaghasználatnak a minősége is megfelel
Tehát ez egy ma is büszke lehet Fehérvár erre az épületre. Ez ott az elkerülő út, meg a Berényi út sarkán van. Későbbiekben még egy fotó erejéig visszatérünk természetesen erre az épületre is, de a technika házánál azért meg kell állnunk. Ez az épület tényleg nagyon különleges. Tudta, hogy mire épít? Hogy mi lesz a funkciója? Igen, ez úgynevezett SMT székháznak, tehát az Építőipari Tudományos Egyesületnek milyen konferencia épülete lett volna. Hát aztán később ez sok minden funkciót kapott, most éppen civilek háza. Hagyományosnak semmiképpen nem mondható az a megoldás, hogy tulajdonképpen az utcán sétálunk, de az épület van fölöttünk. Igen, ez azzal, hogy a földszintet behúzta, és a földszintnek olyan burkolata van, hogy nem tolakszik a felső szinteknek az üvegfala meg a fehér színe elé, ezzel szinte lebeg ez az épület. És olyan szép tekintét ad az a széles lépcsősor, amin keresztül bejuthatunk. Hát igen, az a széles lépcsősor, az nem így nézett ki, az is ilyen lebegő lépcsőkből volt. Most egy kicsit a felújításnál sikerült ilyen kocsma lépcsőt csinálni belőle, de reméljük lesz majd még alkalom arra, hogy az eredeti lebegő formájába állítsák vissza az épületet, mert egy lebegő házhoz egy lebegő lépcső illik. Bordán Ferenc nem csak Székesfehérváron tervezett épületeket, Iváncsán egyházi épület mondható az ő terveihez. Ez egy érdekes épület. Neki két egyházi épülete van, az egyik a Zsolt utcai templomnak a harangtornya, a másik meg az Iváncsai templom, és a saját életrajzában, nem tudom pontosan idézni a mondatot, de hogy a sok napi problémákkal való küszködés, meg az ügyfelekkel, meg a megrendelőkkel való vitatkozás, meg a kénytelen kompromisszumkötések között, ez számára felüdülés volt ez az épület, hogy ezt tervezhette, úgyhogy ezt az élete ajándékának tekintette az Iváncsai templomot. Említetted már a harangtornyot a Zsolt utcában, hogy visszatérjünk Székesfehérvárra. Ennek a toronynak az építéséhez meg tudjuk mutatni a tervrajzot is. Hát csodálatosan szép kézirajzai voltak, amit most is a megmaradt utokor számára meghagyott pauszokon lehet benne gyönyörködni. És ugye megint picit visszatérek, hogy a mai építészek egérrel rajzolnak. Bordán Ferenc a kezével meg egy 6B-ceruzával rajzolt, és nagyon szép rajzok születtek. Székesfehérvár belvárosa az országzászló tér, már említettük is, hiszen ott volt maga a kiállítás 2019-ben, amely pályáját, munkásságát mutatta be. De épülete is van ott, tehát nem véletlen mindez. De szintén kihívás lehetett egy múzeum épület mellé, a barokk belváros küszöbén vagy részeként egy modern banképületet építeni. Igen, ez a Budapest Banknak az épülete. Küszködött is eleget a műemléki hatóságokkal, mert őt megragadta az, hogy az a terület, ahova ez az épület készül, az tulajdonképpen a középkori várfalnak ott van az egyik bástyája, ott van az egyik, ott volt az egyik tornya. És az épület pincéjében meg is vannak a régészeti nyomok. És valahogy ő ezt szerette volna a mai építészet eszközeivel jelezni, hogyha valaki arra jár és megnézi, akkor fog látni egy tornyot, ami csupa fém és üveg, tehát a mai építészet meg a múltra való visszakacsintás az benne van ebben az épületben. Folytatjuk a sort. A fényképek között most következik az a családi ház, amelyet említettél, ami Nívó díjat is kapott, és ma is nagyon, nagyon sikeres, meg tudjuk mutatni ezt is a nézőknek. De erről végül is már beszéltünk, úgyhogy én azt hiszem, hogy érdemes tovább menni, és kimegyünk az ipari parkba, a Karsai Holdinghoz. Egy pillanatra szabad még visszatérni a családi házakra. Ő nem csak eztek, találtuk egy listát, a kézzel írt listát a hagyatékában, hogy mindenhova tervezett családi házakat, és némelyiken megpróbáltam fölvenni a kapcsolatot, és csupa dicséretet mondanak róla, hogy az épületet is szeretik, meg őt magát is szerették. Ennyi a kitérő, és akkor visszatérünk, hogy
ahogy az utolsó tervező irodai munkája volt a Budapest Banknak az épülete, utána tulajdonképpen új életet kezdett, és nyugdíjasként, és egy ifjú kollégákkal tartotta a kapcsolatot, és azokkal közösen ipari épületek tervezésével foglalkozott, és a Karsai ZRT-nek nagyon sok csarnokát ő tervezte. Így az albaipari zónában lévő főépületet is, úgyhogy azt is bemutattuk a kiállításon. Gyakorlat az építészek között, hogy ugyanúgy terveznek családi házat, templomot, templomtornyot, mint amennyire ipari épületet, mert az ember azt gondolná, hogy szakosodik egy építész, ő ebben jó, a másik abban jó, vagy ez direkt van ez így, hogy keveredik? Szerintem az építész nem válogat ilyen szempontból, tehát szereti a kihívásokat, meg kirándul különböző területre, aztán hol sikeresebb, hol utólag rájön, hogy ezt nem kellett volna, de ő végül is az életének az utolsó évtizedében elsősorban ipari csarnokokat és ipari épületeket tervezett. Az albaipari zónában több általa tervezett épület is van. Ez azért is érdekes, mert hogyha egy építész munkásságáról beszélgetünk laikusként, akkor az épület külleme jut eszünkbe, hol ott egy építésznek a leginkább arra kell figyelni, hogy mennyire funkcionál arra a funkcióra, amelyre szánják ezt az épületet. Azért ez egy nagyon fontos dolog. Egy csak egy családi ház életében, hogy tényleg jó-e a belső elosztás, tényleg élhető-e. Hát egy ipari épületnél meg ne is beszéljünk róla. Igen, hát az építészek sok mindenre kell figyelni, nem csak a külsőre, és sokat számít az, hogy milyen emberi bizalmi kapcsolat van a megrendelő és az építető között. Tehát az építész szerintem ledermed, hogyha nem érzi azt, hogy bíznak-e benne. Ugyanakkor, ha meg érzi a bizalmat, akkor meg szárnyakat ad az építésznek. És Pordán Feri is így volt ezzel. Balatonra is elvisz két épület bennünket, itt a beszélgetés végéhez közeledve. Az egyik bizonyára a saját pihenőhelye. Itt az Akaratjai nyaralóra gondolok. Hát az Akaratjai nyaraló az egy nagyon aranyos épület. Annyira egyszerű, hogy szinte egyszerűbb épületet el sem lehet képzelni. De ahogy megjelent építészlapokban is, és ahogy milyen szeretettel írt róla, hogy ezt meddig tervezte meg, hogy találta ki, hogy milyen legyen. Ez megint olyan, hogy a saját magának tervez az építész, az egy nagyon nagy feladat. De nem csak saját magának tervezett, hanem 70-es években megjelent a Kalmayer Ferencnek egy nyaralókról készített szép albuma, és bizony ott is, tehát a 70-es években is olyan modern nyaralókat tervezett, pici 30 négyzetmétereseket, hogy ma is csodára lehet járni. Így azt hiszem érthető a nézők számára, hogy 2019 kora őszén a Pordán H. Ferenc kiállítás megrendeződött Székesfehérvár belvárosában. Mivel elmondtuk, utcán volt a kiállítás, hogy nyilván csak időszaki volt. Mennyi ideig láthatták akkor az érdeklődők? Hát ez akkor 10 napig lehetett látni, és Molnár Tibor várkörúti ház előtt volt még 3-4 napig. És most hol van ez az anyag? Jelenleg a Fejér megyei építészkamara pincéjében van, de bármikor előszedhető, és nagy tervünk, hogy ez Budapesten az Országos Építészkamarának az Öt-Pacsirta utcai kiállító termében is be fogjuk mutatni. Mekkora volt az érdeklődés? Hát az az igazság, most ez lehet, hogy ilyen gyerekesnek tűnik, de amikor ott az Országrászló téren ott álltak a tablók, akkor engem a lábaim igen gyakran oda vittek, ott ettem fagylaltot, ott csináltam meg a szudoku rejtvényemet, és közben félszemmel figyeltem a járókelőket, meg az érdeklődést, úgyhogy hitelesen mondhatom, hogy nagy volt az érdeklődés. Ez már a megnyitóján is látszott valójában. Igen. Én nagyon örülök, hogy felidézhettük ezt a kiállítást, és bízom benne, hogy a tervek valóra válnak, és újra a közönség elé kerül a munkásság, Pordán H. Ferenc munkásságát bemutató kiállítás. Köszönöm neked, hogy itt voltál, kedves nézőink. Ebben a műsorban Csutin és Lér Erzsébettel beszélgettünk egy évvel ezelőtti kiállításról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!